Benne a tilos rádió, és benne a szokolégyező. Halló! Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Ez itt valóban a Tilos Rádió, és benne pedig a szokolébresztő adása. Én Dr. MZ per X vagyok, a frekvenciasámunk tehát 90,3 MHz FM, és itt van a vonalban, hát most többen vannak a vonalban, ez egészen furcsa helyzet. Nándi, nem is tudsz róla, de első számú vendégünk a mai napon Suminszky Nándor, akivel az űrkutatás történeti sorozatunkat folytatjuk, és elvileg itt vagy a vonalban. Az előbb, mintha te mondtad volna azt, hogy hello, igaz? Ez tőled jött, Nándi, igaz? Majdnem hallót mondtam, mert valami technikai malőr volt. Nem, itt nem volt, csak ez ilyen furcsa dolog, hogy én nem tudok hozzád beszélni egészen addig, amíg nem raklak ki élő adásban, mert így van itt összedugva a szerkezet. Tehát Suminszky Nándorral fogjuk folytatni az űrhajózás történeti sorozatunkat, viszont előtte a mai reggel különlegességére való tekintettel nem tervezett módon, úgyhogy ez még Nándi számára is meglepetés, de 5 perc erejéig Hát a Smog 1, hát így nem van, lehet, hát ha csak a Smog 1 lenne, kérlek. De a műsorunk kedvenc műholdja a GRB Alpha, amit ugye állandó szakértőink fejlesztettek ki, Pál Andris és Werner Norbi többek között, egy nemzetközi csapatban, az is ugyanazzal a Soyuz rakétával ma reggel indult el, és ennek örömére itt vannak a vonalban ők is, ha minden igaz. Srácok, hallottok engem? Igen, hallunk. Nagyon jó. Igen. Na, most már a hallgatók is hallanak titeket, úgyhogy nagyon gyorsan vegyük át, hogy mi volt ma reggel. Én élőben néztem a startot. A gyönyörű, éppen a Gagarin évforduló tiszteletére fehérre festett Soyuz rakéta, amíg el nem tűnt a ködben. Elég jól nézett ki. Ugye reggel 7 óra 7 perckor volt a start, amit elhalasztottak. Mi fog most történni? Mit lehet tudni a GRB Alfáról, arról a műholdról, ami ugye majd egyszer azt fogja lemorzézni az égből, hogy szokolébresztő? Tehát mit lehet róla tudni, hogy van a műhold, és különben is? Mondjatok nagyon gyorsan valamit. Azt biztos tudjuk, hogy 10 óra 20 perc körül, tehát itten idő szerint egy és negyed óra múlva fog elmenni fölöttünk magam az utolsó fokozat, amiről még nem válik le a GRB Alpha, az még csak egy kicsit később, valószínűsített olyan 11:30 körül. Úgyhogy azután nem sokkal fog bekapcsolódni maga a jószág, és akkor már van esély annak, hogy a rádióamatőr hálózat segítségével lehet venni, úgyhogy olyan délután 1-2 körül esetleg Japánból már kapunk életjeleket. És mikor ér Közép-Európa fölé, amikor már ti magatok tudjátok venni a csapat mérőállomásával a jeleket? Este 10 után először, vagy este 10 körül, és lesz egy jobb átmenet majd 11:30 körül. Uh-huh. Tehát igazából... Aha, rendben. Tehát a műhold 11:30 körül dobódik ki a fregát fokozatból, és dél után 1-2 perccel kezdi el a rádiójeleket sugározni, de akkor valami tök máshol lesz, ugye? Úgyhogy ezért aztán az amerikai és japán rádióamatőrökbe lehet bízni, hogy esetleg életjelet adnak a szondáról, vagyis az űreszközről, és akkor utána este 3:40-10 körül már ott suhan át, és aztán 11:30, ugye? Hát ez nagyon néz ki, csak annyit még, Norbi, te is mondj valamit, hogy vagy. Mennyire stresszes ez? Hát ez nagyon stresszes. Még nyugtalan, szeretném már tudni, hogy életkedet adott magáról a műhold. Hát igen. És egyébként... Úgyhogy nagyon bízunk a japán és amerikai amatőrökben, és hát az az első pász, ami innen figyelhető lesz, ami... este 21 óra 47 perckor vagy körül fog kezdődeni, akkor még csak 8 fokra fog fölmenni a horizont fölé a műhold, úgyhogy még a jel nem lesz nagyon erős. 90 perccel későbbi pász, az már tulajdonképpen a fejünk fölött fog pont átmenni a zenit fölött, úgyhogy akkor már jól kell, hogy tudjunk kommunikálni a műholddal. Na, hát természetesen erre még visszatérünk, és nagyon köszönjük a villám bejelentkezést, és akkor persze említsük meg, hogy nagyon jól Nándi már meg is előlegezte, hogy természetesen nem ez az egyetlen Budapesten összeszerelt űreszköz a fedélzeten, hanem a még ennél, ugye a tiétek az egy literes sima kubszat, de még az ennél egy talán nyolcad akkora, ugye egy Pico műhold, a kis Smog 1 is pályára állt ugyanekkor, és hát azt ugye a Budapesti Műszaki Egyetem fejlesztette. Nem is nagyon tudtam
tudtatok, ugye? Arról, hogy, hogy... Tehát a két csoport, mintha nem tudott volna arról, hogy egy rakétával indultok. Nekem így jött át, mert egyébként a smogosokat is meglepte az info, hogy nem az egyetlen magyar fejlesztésű műhold a fedélzeten, és szerintem titeket is meglepett a, az info, ugye? Tehát... Igen, nem tudtunk egymásról. Úgyhogy ezért mondom, hogy igazi űrnagyhatalom vagyunk, mert már úgy mennek föl a magyar műholdak egy hordozó rakétával, hogy nem is tudnak egymásról. Na, mindegy, de most már mindenki mindenről tudott, hogy szurkolunk mind a két műholdnak. Nagyon köszönjük a bejelentkezést, sziasztok, és persze sziasztok. Majd visszatérünk, két hét múlva már okosabbak leszünk, ugye, hogy sikerül. Elnézést, mielőtt leteszük a... Igen. Elnézést, mielőtt megszakad a kapcsolat, föltehetem az aktuális kérdésemet a két szakembernek? Hát természetesen. Ugye itt vagytok, ugye még mindenki vonalban van. Persze. Na, akkor... Azért igyekeztem közbeszólni, hogy... Mikor kapok gyűjteményem részére valami olyasmit, ami ez a GRB alfában is. Figyeljetek, én most továbbítom, mert úgy van összedugva a pult, hogy ti nem hallottátok azt, amit Csuminszky Nándor kérdezett, de én mondom azt, hogy ő ugye, aki a lakásnyi űrgyűjtemény, kifogyhatatlan, feneketlen űrgyűjteménynek a tulajdonosa. A kérdés az, hogy esetleg mikor vagy milyen módon kaphat-e esetleg valami relikviát, ami a GRB alfához köthető. Hát ezt majd esetleg műsoron kívül szerintem megbeszéljük, de a kérdés az mindenképpen átjutott. Norbafán azért vannak mindenféle eszközei. Bizony. Ó, tudom, van ott maradék anyag, úgyhogy én látatlanban ezt meg is említettem a Norbinak, vagy Nándinak már előre. Tehát, egy biztos, most szurkolunk a műholdnak, reméljük, hogy a felbocsájtás során nem rázódott szét a kis finom kis gamma detektor, ami az egész eszköznek a lelke, és hát igen, akkor majd mindent kit informálni fogunk a fejleményekről, viszont most ugye visszaugrunk 60 évet, amikor egy nagyon-nagyon hasonló rakéta, és nagyon hasonló színű rakéta, egy fehér színű rakéta hegyében először startolt egy ember a világűrbe, amit most egy icipici bejátszás erejéig, amit szintén Nándi bocsájtott rendelkezésünkre, bele is hallgatunk, hogy hogyan jelentette ezt be a híres, nevezetes Levitán a moszkvai rádiónak a műsorvezetője, majdnem pontosan 60 évvel ezelőtt. A Szovjetunió összes rádióállomása működik. Csak a miénk nem. Április 12-én 1961-ben a Szovjetunió területéről földkörüli pályára állt a elsőként a világon emberrel a fedélzetén a Vostok 1 Sputnik űrhajó és Vostok Sputnik űrhajó emberrel a fedélzetén. Fedélzetén a pilóta, a repülő őrnagy, a Szovjet Szocialista Köztársaság Szövetségének repülő őrnagya, Júri Alekszejevics Gagarin. Na, hát ennek a jegyében fog zajlani a mai beszélgetésünk Nándival, és hát elnézést, hogy a történelmi tények így megkurtították a műsoridőnket ilyen módon, de hát nem lehetett elmennie emellett a mai, ma reggeli fejlemény mellett. Viszont akkor tied a pálya, hát ugye ott hagytuk el hőseinket, hogy verseny a műholdért. Igaz? Hát ennek eredménye volt az, hogy 1957-ben pályára állt az első Sputnik, ami az emberiség első mesterséges égitestje volt, de hát természetesen ez tulajdonképpen csak a kezdete volt, és a verseny következő felvonása azonnal meg is kezdődött, és körülbelül egy hónappal ezelőtt, vagy még annál is régebben. Szóval jó régen itt hagytuk el a történetet, és kérlek szépen, Nándi, hogy vegyük fel pont ugyanitt a történet fonalát. Hanem 75 évvel ezelőtt, ugyanis 1945 elején Tyihon Ravov, a neves szovjet rakéta szakember, létrehozott egy olyan csoportot, amely célul tűzte ki az ember felszállását rakétával. És ha jól ejtem ki, és még jó az orosz kiejtésem az általános iskola nyomán,
A Viszolt negyedre kérte 190, amit már nem tudok oroszul, hogy 190, de ez most nem is lényeges, ugyanis én évekig törtem a fejem azon, hogy mit jelenthet ez a 190-es, mert azt megszoktam, hogy Sputnik 1-2-3, meg Vostok 1-2-3, meg minden, de 190 eddig csak mondjuk a Kozmosz sorozat műholdjaiba volt, de hogy egy elsőnek indított emberszállító rakéta miért pont 190, az csak hosszú évek után jöttem rá. Te tudod esetleg? Nem, ezt én sem tudom. Mivel a Viszotnaja rakéta az azt jelenti magyarul, hogy magassági rakéta, tehát ebből következik, hogy a 190 az a megcélzott magasságot jelöli, tehát a 190 kilométeres csúcsmagasságon. Amelyre viszont, és itt egy nagyon érdekes dolog, nem egy személyes, hanem két személyes kabint vitt volna föl, amit ráadásul stabilizáló és leszálló rendszerrel is elláttak. És a űrhajósokat még akkor nem asztronautáknak vagy kozmonautáknak hívták, hanem mondjuk így az alacsonyabb magasságra, illetve hát az orbitális pálya nélkül stratonauta volt a nevük. Na most a tudományos és műszak irányelvek, a súlytalanság hatása, hát ez ugye már kezdetektől fogva izgatta a szakembereket, hogy hogyan fog hatni ez az emberi szervezetre, de mivel hát ez maximum 5 perc lehetett ahhoz a magassághoz, mint ahogy később majd ugye 61-ben Shepard és Grissom ugye ezt be is igazolja, hát az 5 perc az nem hiszem, hogy kihozta volna a repülési alkalmatlanságot már, mint ami a súlytalanságot illeti. Hát magas légköri jellemző adatok, mérése, nyomás, sűrűség, stb. Ami érdekesebb a kabin működésének, mint a stabilizálás és a siklás, valamint a leszállásnak a vizsgálata. És Timur Ravov terve, hát ez nagyon komoly terv, mert gyakorlatilag az orosz űrhajózásban a mai napig is használnak belőle részleteket. Többek között, hogy a két stratonauta, egyelőre maradjunk ennél a kifejezésnél, az űrkabinnal együtt tértek volna vissza a Földre, ugye a Vostokok kivételével, majd arra természetesen visszatérünk, az összes további szovjet űrhajó így ért Földet, hogy az űrhajót nem kellett elhagyni a benne lévő személyzetnek. Az is érdekes, hogy ebben a VR-190-nek, és most már nevezzük így, mert nem akarok örökké ilyen nehezen kiejthető szavakat mondani, nem igényelte a szkafander viseletét. Ez minden esetre elgondolkodható, mert ugye aztán a Szojusz 11 esetében örökre megbánták a szovjet szakemberek, hogy szkafander nélkül repülhettek a világűrbe, de állítólag az életfenntartó rendszer és a kabin biztonsága, legalábbis a Timur Ravov szerint ez megfelelő volt. Még egy dologra hívnám föl erre a hallgatóság figyelmét, hogy a kabin alján már ott volt egy hővédő pajzs. Ezen kívül pedig a puha leszállást, tehát a konkrét földet érést is ugyanazt a módszert alkalmazzák a Szojuz űrkabinoknál ma is, mint amit Timur Ravovnál a VR-190-nél már megvolt. Úgyhogy egy nagyon-nagyon gondosan előre mutató terv ez a Timur Ravov féle rakéta, vagy mondjuk így, hogy rakéta űrhajó, mert ugye nem a föld körüli pálya elérése volt a cél, hanem egy szuborbitális űrrepülés. Ez természetesen 1948-ban a tudományos tanács jóvá hagyja ezt a tervet, de hát ott volt ugye a gazda, és itt egy kis, hát hogy mondjam, történelmi visszapillantás, mert a hallgatóság többsége már nem tudja, hogy ki volt a gazda. Te biztos tudod, Miklós? Hát én a nagy Josif Vissarionovicsra gondolok, igen, személyesen. Ez egy ilyen becenév volt, hát nem tudom, hogy előtte ezt mondhatták-e, vagy csak mögötte. Ezt azért nem, mert én legalábbis nem mertem volna akkoriban ezt ugye kimondani. És elé terjesztették ezt a tervet, de hát Sztálin nem tudott erről dönteni, bármennyire is a szakemberek pártolták ezt a időközben rakéta szondára átkeresztelt elképzelést.
a fő konstruktőrök is egyöntetűen mellé álltak, és a minisztérium is, hát a, nyilván nem a saját kútfejéből, hanem a szakértői bizottságnak a jelentésére alapozva mindenképpen szerette volna, hogyha Sztálin igent mond, és nagy meglepetésre végül is nagyon-nagyon hosszas, mondjuk így gondolkodás után 1953. február 13-án, ez egy nagyon érdekes dátum, Sztálin aláírta. És mai napig érdekes a kérdés, hogy emiatt a mondjuk így fantasztikus terv miatt, hogy Sztálin a hosszas gondolkodás után mégis miért mondott igent. Hát nem hiszem, hogy ő átlátta volna, hogy egy emberi űrutazásnak a szocialista rendszerre milyen jó hatása lesz, mint ahogy 10 év múlva majd aztán meglátjuk a későbbiekben. Miért írta akkor alá ezt a Tihonravo-féle elgondolást? Hát arra, mert közben a katonai szakértők, hogy mondjam, meggyőzték, hogy hát az rendben van, hogy embert is föl lehet bocsájtani majd ezzel a rakétával, de ezzel ellensúlyozni tudjuk az amerikaiaknak a kétségtelenül meglévő hatalmas légifölényét a Szovjetunióval szemben. Tehát mindenképpen ezt a katonai szempontot kell előtérbe helyezni, hogy a rakétafejlesztés a Szovjetunióban miért folyt aztán ilyen nagy erővel, egyáltalán nem az ember űrrepülésének a megvalósítására, legalábbis nem elsődlegesen, hanem kimondottan az amerikai légifölénynek a kiegyenlítésére. A jóvágyás ellenére azonban nem valósult meg Tihonravo ötlete, ő visszatért a pilóta nélküli és pilótás űrrepülések problémáinak a kutatásához, de nem sokára gyógyírt jelentett a számára, hogy a konkrét megvalósítási javaslataiból nagyon sokat felhasználtak az első Sputnik, majd a Vosztok űrhajóknak a repülésekor. Ma már csak mondjuk így ilyen ábrándos tekintettel lehet föltenni a kérdést, hogy milyen változást, vagy milyen forradalmat indíthatott volna el, hogyha a Sztálin által is támogatott javaslat már 1950-es évek közepén, végén meghozta volna az ember űrrepülését, még ha csak mondjuk így szuborbitális pályán. Hát ez a történelem ugye nem ismeri a hat, én sem tudok rá válaszolni, tehát maradjon ez akkor a levegőben. Nagyon érdekes. Így, költői kérdés. Igen, mert ugye említetted a British Interplanetary Society féle tervet, ugyancsak ugye az 1946-os szuborbitális repülés tervet, itt van az 1953-ban jóváhagyott szovjet szuborbitális repülési terv, tehát nagyon úgy néz ki, hogy keleten és nyugaton is lényegesen korábban elkezdődhetett volna ez a dolog. Egyébként képzeld el, hogy időközben kaptunk levelet. maga AK írta be nekünk, hogy egyébként Stodjivin Osta a 190-nek a szakszerű megnevezése oroszul. Tehát a hallgatóink résen vannak. Igen, ez nagyon helyes, de hát AK-nak nagyon könnyű, mert hát ugye aki nevében hordozza a híres gépkarabét, mint AK-47-es, hát annak nagyon könnyen használja az orosz kifejezéseket. Ez nem is lehet ugye vitás egyébként, de köszönjük szépen az észrevételt. Én már nem tudtam volna a 190-t. Azt írja, hogy ő se tudta volna, hanem kinézte. Én viszont emlékeztem rá, meg kell, hogy mondjam, csak nem akartam belekotyogni. Pedig bele kell. Hát, na de akkor... Lesz még kérdés. Akkor, biztos. Hogy megemlítetted, és most következett volna, mert a Tihonravo egy évvel korábban volt, 46-ban kezdődik el a British Interplanetary Society-nek a két szakembere által, az angolok, vagy a britek is ilyen szuborbitális űrrepülésre tesznek javaslatot. Hát lényegében ez nem is érdemel több szót, mert a Nagy-Britannia is gyakorlatilag elég sok háborús kárt szenvedett el, úgyhogy az újjáépítése az a rendelkezésre álló forrásokat
fogalmazunk így, maximálisan igénybe vette, tehát az ilyen tudományos célú űrrepülés semmiképpen nem kerülhetett be mondjuk az első 10 közé, pláne nem a katonai fejlesztésekkel szemben. Tehát a britek azok nyíltan kimondták, hogy itt emberi űrrepülésről legalábbis általuk nem lehet szó, nem lehet ilyen fejlesztéssel foglalkozni. Első most az ország újjáépítése, romok eltakarítása, és természetesen az új katonai fejlesztések kapnak elsőbséget. Térjünk vissza a Szovjetunióba, mert kétségtelen az előbbi ismertetés alapján, hogy az 50-es években a Szovjetunió egyetlen egy lehetőséget látott maga előtt a harmadik világháborúnak a megnyerésére, hogy az amerikai légifölényt meg kell minden áron törni, de ennek egyetlen egy módja van, a rakéta, amivel elérhetik ugye az Egyesült Államok területét, melyet két világháború alatt eddig egyetlen egyszer sem sikerült senkinek sem. Itt kapcsolódik be már a Koroljov, Szergej Pavlovics Koroljov is a programba, méghozzá a Tihon Rabov ötletnek a továbbfejlesztésére, bár a ott lévő, jutalomüdülésen lévő német szakember gárda már megalkotja ugye a R-szériának az első alapváltozatát, és Koroljovék ezt fejlesztik tovább, és így születik meg ugye az R-7-es, amelyik a világ első interkontinentális ballisztikus rakétája. Még egyszer hangsúlyozom, kimondottan azért, hogy majd atom töltette el a fedélzetén, elérhessék ebben az Egyesült Államokat, tehát egy ilyen paritásos vagy egyenlő alapot hozzanak létre. Most én nem állítom, hogy támadó célzata, sok szakember ugye ezt mondja, de minden esetre egyfajta katonai egyensúly létrehozásához ez volt a legjobb út. Koroljov részletesen elkészíti a terveket, viszont az az érdekes, hogy ő nem preferálja a szuborbitális űrrepülést. Van egy rajz, én gondolkoztam azon, hogy jó lenne a szokolébresztőnek az oldalát ilyen képekkel elárasztani, mert azért azt mégis jobban értik, látják az emberek, hogyha ha valami képanyag, filmanyag is van fent. A Koroljov közzé tette olyan rajzokat, amiből zsenialitására is lehet következtetni, mert például volt olyan elképzelése, hogy a űrkabinoknak a visszatérésekor egy helikopter rotorhoz hasonló szerkezetet kell igénybe venniük, és ebben nagyon sok problémát ki tudnak küszöbölni a visszatéréskor. Akkor Koroljov már felrajzolta az első űrrepülőgépet is, egy kisméretű gépet ugye a rakéta tetejére, és ezekből nagyon sok minden a rotoros leszállás kivételével később meg is valósult. Viszont 1955-ben Koroljov már azt mondja, hogy a szuborbitális ülepésnél maximum 5-6 percig lehet megfigyelni az ellenfél vagy ellenség állásait, tehát katonai szempontból ennek nem sok jelentősége van, ezért mindenképpen földkörüli pályára kell eljuttatni a felderítő eszközöket, mert akkor lényegében, hát nyilván a felbocsájtott eszközök számától, de szemmel lehet tartani a nyugatiakat, hát ugye akkor a világ két részre volt osztva, egy keleti és egy nyugati féltekére, és ez a két szemben álló tömb, hát nagyon sokszor közel állt a igazi katasztrófához. Ennek majd lesz egy űrrepülési vonatkozása is, ami ma már nem kerül szóba, de most akkor így meg fogom említeni, hogy Titov útja, ugye 1961. augusztusában, az nem sokkal a berlini fal felépítésével reklámozható volt, és akkor mondta Ruscsov az ENSZ-ben,
az ENSZ egyik gyűlésén, hogy ma még csak 4 tonnás űrhajóink vannak a rakétáinknak a tetején, de holnap akár hidrogénbombák is lehetnek. Hát ebből lehet azt hiszem kiérteni, hogy mégiscsak ki akarta megtámadni a másikat. Tehát a szuborbitális űrrepülés a Szovjetunió részéről elvetésre került. Nagy erőkkel hozzáláttak Bajkonur felépítéséhez, mert ugye kellett azért egy űrrepülőtér is, ahonnan majd az ellenfél vagy ellenség szem elől, a felderítés elől jól elrejtve folyhatnak majd a rakéta kísérletek. Hát nyugaton ugyanez a helyzet, most az idő rövidsége miatt arra most nem nagyon akarok kitérni, ott hamarabb kezdődik el, ugye megkezdődik a űrhajós jelölteknek a kiválogatására, nagyon szigorú feltételek mellett. A maiakhoz képest ez már, vagy hogy mondjam, a maiak azokhoz a kiválasztási szempontokhoz képest már ilyen jutalomüdülésnek számítanak. Hát hihetetlen, aki látta ugye az Igazak című filmet, meg ilyen korabeli dolgoknak a leírását, képét, meg amit ugye most te reklámoztál, illetve a te jóvoltadból tudtam meg az új Igazakat, ugye, ami a National Geographic sorozaton ment, tehát abból nagyon jól lehet látni, hogy milyen kínzásokon, én így fogalmazom meg, egyszerűen kínzásokon mentek át a jelöltek. A Szovjetunióban ez 60 márciusában alakult meg az első csoport, pontosabban az első jelölteket így választották ki. Annyit még mindenképpen hozzá kell tennem, hogy az Egyesült Államokban az volt a kérdés, hogy kik közül válasszák ki az első űrhajósokat, és akkor olyan javaslatok érkeztek, hogy mélytengeri búvár, mert ugye az hozzá van szokva az ilyen dolgokhoz, akkor a hegymászók, akik följuttak a világ legmagasabb pontjaira, mert azok viszont oxigén nélkül nagyon jó tudnak létezni, és csomó ilyen ma már megmosolyogtató javaslatok érkeztek, míg végül aztán ugye a vadászpilóták, berepülőpilóták közül választottak ki, mert ők az egyetlen olyan szakemberek, ha szabad így fogalmaznom, akik a háromdimenziós térben is nagyon jól tájékozódnak és mozognak. Hát a Szovjetunióban is a haditengerészet és a légierő pilótáiból kerültek ki a jelöltek. Alapkövetelmény, és érdekes a mai adattal összehasonlítani, ugye a második magyar űrhajós kiválasztásánál, hogy akkor a jelölt nem lehetett idősebb 35 évesnél, ez ugye ma is így van, nem lehet magasabb 175 cm-nél, ma ez a határ 170 cm, és nem lehet nehezebb 75 kg-nál, azt hiszem ma 70 kg-ban van ez meghatározva. Tehát a szovjetek akkor nyilván testesebbek és magasabbak is voltak, és ezért tettek némi engedményt, gondolom valamelyik pilótákra vonatkozóan, de hát én nem tudom, hogy melyikek voltak. Adatokat tudok mondani, hogy 1959. augusztusára 3461 fő került fel a listára, de az elsődleges orvosi vizsgálatok után mindössze 347-en maradtak. Tehát mondjuk így a 10% maradt meg, 90% bizonyult olyannak, hogy hát az első orvosi vizsgálatok azt mutatták ki, hogy nem lesznek alkalmasak egy ilyen terhelés elviselésének. Ennek következtében aztán a 347 az egyre szigorodó vizsgálatok következtében újabb jelöltek hullottak ki, így a létszám előbb 206-ra, majd egy hónappal később, szeptember végére 154-re csökkent. Szeptember 30-án, tehát a 1959 szeptemberének utolsó napján egy állásfoglalás jelent meg a GMK részéről,
amelyben a végső létszámot egy olyan 30 főben határozták meg, és a orvosi vizsgálatok nyomán 1960 februárjára már csak 29-en maradtak, és ennek a 29 jelöltnek fenn is maradt mára is a neve, tehát ezeket tudjuk, bár ezt nem olyan régen tudjuk, mert nyilván a pilóták nevei azok titkosak voltak jó 30 éven keresztül, tehát a 90-es évek, az 1990-es évek közepétől kerültek egyre nagyobb számban nyilvánosságra a szovjet űrhajózás korai időszakából adatok, és ebből a 29 jelöltből maradt 20 a végül, tehát 20 pilóta maradt ki, de ezek is különböző időpontban érkeztek meg a csoporthoz. 60. március 7-én, gyorsan elmondom a neveket, Iván Anyikejev, Valeri Bikovszki, Yuri Gagarin, Viktor Gorbatko, Vladimir Komarov, Alexej Leonov, Grigori Nyeljubov, Andrián Nikolájev, Pavel Popovics, Georgi Sonyin, Germán Titov és Boris Volinov. Március 9-én Jevgenyi Hrunov, 60. március 25-én Valentin Filatjev és Dmitri Zaikin, 60. április 28-án Pavel Beljajev, Valentin Bondarenko, Mars Rafikov, Valentin Varlamov, és 60. június 17-én Anatoli Kartasov. 60. májusának a végére létrehoznak egy külön csoportot ebből a 20-akból, egy úgynevezett Vosztok készenléti csoportot, amelyre 6 jelöltet választanak ki, tehát ebből a 6 jelöltből szándékoztak az első embert a világűrbe küldeni. Nézzük meg, hogy ki volt ez a 6 jelölt, meg tudnád mondani? Hát szerintem mondok néhányat, és akkor megnézzük, hogy kit találok el. Hát ugye ebben szerintem benne van már természetesen ugye Gagarin, Titov, Nyeljubov, Nikolajev, Popovics, most a Bikovszkiba talán nem vagyok biztos, mert ott volt valami variálás, de most első körben azt mondanám meg, hogy Bikovszki. Tehát most ezt... Na nézzük. Akkor tehát mennyit Gagarin, találtam el? Eltaláltad, Kartasov, azt nem találtad el, Nikolájevet eltaláltad, Popovicsot eltaláltad, Titovot eltaláltad, és Varlamov, tehát Nyeljubov még nincs benne az első készenléti csoportban. Ők ugyan a teljes gőzzel folytatódik a fizikai, tehát a túlélési gyakorlatok minden, de ők hatal már speciális programokat is kapnak, és július 16-án egy centrifuga gyakorlatot követően Kartasov sérüléseket szenved el, azaz a hátán ilyen apró piros foltokat fedeznek fel az orvosok. Ez egy mai orvosi vizsgálaton talán fel sem tűnne, de a űrhajós jelölti pályafutásának azonnali végét jelenti, tehát jól látható, hogy a szovjet szakemberek sem akartak kockáztatni az első ember világűrbe küldésénél, tehát az ilyen legkisebb rendellenesség is azonnal a pályafutás, az űrhajós jelölti pályafutás végét jelenti. És a Kartasov helyére kerül be Nyeljubov, és még egy változás történik ebbe a Vosztok készenléti csoportban. 8 nappal később, tehát Kartasov után 8 nappal a kiképzés fáradalmait a Fekete-tenger partján pihenik ki a jelöltek, és hát ugye a Balatonon is hiába mondják a szakemberek, hogy ne ugorjanak fejest, mert ha kicsi a víz, akkor ez komoly sérülést okozhat. Hát Varlamov ugye megmutatja, hogy ő tud fejest ugrani a kisebb vízbe is, és olyan sérülés szenved, nyakcsigolyája, pontos sérülés nem tudom, de nyakcsigát nyilván egy fejesugrás követően ilyen sérülésre lehet számítani, hogy szintén ő is kikerül az állományból, és ekkor kerül be az ő helyére Bikovszki. 61. január 25-én lényegében levizsgáznak, tehát ez a 6 jelölt marad az első repülésre, és ekkor
61. április 6-án Kamanyin tábornok, és ez ma már közismert ugye a naplói alapján, tehát a naplójában ezt írja fel, hogy a jelöltek közül kiválasztja Gagarint és Titovot, hát ezt majd még nyilván, hogy mondjam, tehát januárban ez még csak egy ilyen előválasztás lehetett, majd 61. április 6-a után 8-án dől el majd, hogy kirepül, de 61. április 6-án ő ezt írja a Gagarin és Titov közötti választásnál, hogy ő Titovot javasolná, mert erőteljesebb jellem, de az egynapos útra a föld körül őt is javasolná, de most az első embernél másra lesz szükség, hát nyilván arra, hogy azt a másfél órát valahogy bírja ki. És mivel az első repülést, ugye, az első űrhajósnak a nevét az emberiség sosem fogja elfelejteni, ezért nyilván ilyen pszichológiai oka is van, hogy Gagarinnak azért nyilván másabb a természete, mint Titovnak. Ez aztán be is igazolódik, mert Titov nem is megy soha többet a világűrbe, még csak jelölt sem lesz később a szovjet űrprogramban. Hát nyilván őt is megviselte egy bizonyos fokig a második hely. De egyébként, bocs, hogy azt én mindig annak tudtam be, hogy az ő rosszul léte miatt. Igen, hát de... ez volt a hivatalos magyarázat, ezt én is tudom, persze, de hát nyilván ilyenkor mindent össze kell lapátolni ahhoz, hogy el tudják érni, hogy ő ne repülhessen. Titov egyébként visszakerült aztán a Spirál programba, ami a szovjet katonai űrprogram volt, egy nagyon jelentős űrrepülőgépes program, és ott Titov vezető szerepet töltött be, de hát aztán azt a programot is törölték, úgyhogy ő már soha többet nem jutott el a világűrbe. Még egy dolog, ami Kamanyint nyugtalanította, hogy az amerikaiak bejelentették, hogy április 28-áig ők felbocsátják az első űrhajójukat, és Kamanyin semmiképpen nem akarta, hogy ez így megtörténjen, hogy ők csak másodikok lesznek, ezért minden áron azt kérte, és akkor a kérte az ilyen tekintsük idézőjelbe, hogy a Vostokot mindenképpen előtte el kell indítani, de megnyugtatták, hogy igen, ezt meg fogjuk tenni. És akkor itt egy érdekes beszúrás, egy zárójeles beszúrás, hogy március 24-én kerül sor egy Mercury Redstone kísérletre, a Booster Development, ha jól ejtem, tehát a hordozó rakéta fejlesztés programjában egy utolsó kísérletet hajtanak végre, mielőtt Shepard űrrepülésére sor kerül, szuborbitális űrrepülésére, és a források a mai napig ellentmondanak, hogy a NASA vagy Wernher von Braun nem engedte, hogy Shepard repüljön. Én szerintem, és ez az én privát véleményem, hogy Shepard és a NASA kardoskodott amellett, hogy igen, üljön be az amerikai űrhajós ebbe a Mercury Redstone BD-be, és a Wernher von Braun mondta azt, hogy nem, még egy próbára szükség van ahhoz, hogy teljes biztonságban végrehajtható legyen a kísérlet. Végül a NASA meghátrált, és így ember nélkül ment el a Mercury Redstone BD, viszont így a szovjeteké lett az elsőbség, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy hát ha Shepard lett volna az első, akkor jött volna nyilván az újabb vita, hogy most a szuborbitális űrrepülés az űrrepülés-e vagy sem. Hát így eldőlt a kérdés, hogy nem, és végül ugye Gagarin eljut a világűrbe, a maga az űrrepülésről egy 5 percben összefoglalnám azokat a dolgokat, amik hát nagyon izgatták az embereket, és izgatják a mai napig is. Rengeteg kételj, mellébeszélés, furcsa tény övezi Gagarin űrrepülését. Hát ebből gyakorlatilag szinte mindent meg lehet fejteni egy egyszerű józan gondolkodással, és mondjuk az adatoknak a megfelelő értékelésével.
Az első panasz az, hogy nagyon kevés felvétel, sőt, hát egyáltalán nincsenek felvételek Gagarin űrrepüléséről. Ezt a szovjetek ugye avval magyarázták, hogy nem volt a fedélzeten, vagy ha volt, akkor elromlott a fényképezőgép. Hát, hogy volt vagy nem volt, ezt én nem tudom eldönteni. Minden esetre a rádió kapcsolat alapján, aki akarta, és nyilván a nyugati felderítés ez szigorúan követte a Vostok űrhajót, nyilván be tudták mérni, hogy az a rádió üzenet az a világűrből jön, avagy sem. Hozzáteszem, hogy ugye egy korábbi Vostok űrhajónál, amit ugye még korább Sputniknak hívtak lány nevén, akkor Magnus alagról ment egy hang a világűrből, tehát ott a fedélzetről játszották le átvitel technikai szempontokból, de nehogy bárki, főleg a nyugat azt gondolja, hogy ugye ember van a világűrben, már úgyis rémhírek terjedtek, hogy hány szovjet űrhajós halt meg a világűrben, ezért egy operának valamilyen kórus, ha majd téged érdekel, ugye, mint nagy zenerajongót, utána nézek, ha esetleg nem tudod, hogy melyik kórusnak a hangját vették föl még a rádióüzenetben, hogy így senki nem gondolhatta, hogy egy űrhajó, mit tudom én, egy 30 tagú kórus énekel valamit. Illetve volt ott még egy káposztaleves recept is. Amit ugyancsak egy ember mondott el, de a tartalma alapján valószínűleg gondolhatták volna a CIA emberei, hogy ez nem egy valós űrkommunikáció. De nézzünk komolyabb érveket is, mert azért vannak itt nagyon komoly érvek, és sok közül azért látom az idő fogytán van, egyre mindenképpen egy picit részletesebben nézzünk meg. Gagarin többször, legalább háromszor ad rádióüzenetet az útja folyamán, és van egy olyan üzenet, hogy 7 óra 22 perckor, amikor a Vostok Dél-Amerika felett repül el, akkor Gagarin a szabadságáért küzdő dél-amerikai népeknek küld egy üzenetet. Hát most ez az üzenet lényeg, ez mondjuk nem annyira fontos, mert nyilván ez egy ilyen propaganda üzenet, hanem sokkal lényegesebb az időpont. Ugyanis kiderült, hogy a Vostok űrhajónak a pályája folyamán nem lehet 7 óra 22 perckor, nem lehetett 7 óra 22 perckor Dél-Amerika fölött, de még csak a közelében sem, mert ez magyar időben van megadva, és ha szükségesnek találod, én át tudom küldeni ezeket a rajzokat is, ami a pályát bemutatja, mert ha 7 óra 22 perckor Dél-Amerika fölött járt volna, akkor a 7 óra 7 perckor induló Vostok 1 Dél-Amerikáig, tehát Bajkonurtól Dél-Amerikáig az utat 15 perc alatt teszi meg, viszont Dél-Amerikától ugye vissza a Szovjetunióig, ami az útnak már csak alig egynegyede, vagy alig több mint egynegyede, azt meg a hátra lévő több mint egy órában, ami hát nyilvánvaló képtelenség. Na most ezt szúrta ki, mondjuk így idézőjelbe, egy népszerű sci-fi író, a nevét most csak azért nem akarom mondani, mert akkor még ez is reklám lenne neki, de a Gagarin egyenlő kozmikus hazugság című könyvben ő már ezt úgy vetette föl ezt a kérdést, hogy mivel a Vostok nem lehetett ott a dél-amerikai kontinens fölött, ezért kamu volt az egész, mert hát egyszerűen nem ért oda. Én onnan nézem a kérdést, hogy elmentem a várba van a levéltárba, és lekértem a hivatalos másolatát annak a TASZ jelentésnek, amelyik ezt a Gagarin üzenetet tartalmazza, és legnagyobb meglepetésemre az eredeti TASZ jelentésben is 7 óra 22 perc van. Még ekkor sem
gyanakodtam arra, hogy hát akkor nem is történt meg az ülepülés, hanem sokkal inkább arra, hogy ez egy egyszerű elírás, és amikor megszereztem a Vostoknak a pálya görbéjét, szinte így percre a fontosabb pontoknál feltüntetve az óra és a perc adatokat, akkor kiderül, hogy 7 óra 52 perckor volt a Vostok Dél-Amerika fölött, tehát a pálya adatok figyelembevételével. Tehát egyszerűen az akkori telex gépeknél, aminek a billentyűzete hasonló volt, mint a írógépek, akkor gyakorlatilag a kettes helyett valaki, illetve az ötös helyett valaki ugye a kettest nyomta le, és innen származik ez az elütés. Na most én csak azt kérdezem meg, hogy akkori csillagász szakemberek miért nem merték ezt megcáfolni, és erre is megadtam magamnak a választ, hogy 1961-ben Magyarországon, és ugye hát a vasfüggönyön innen, nem hiszem, hogy bárki egy hivatalos TASZ jelentést megmert volna cáfolni. Hát itt egy kis hatásszünet, mert ez sajnos ma még a űrkutatási lexikonban is, ami megjelent, még mindig ezt a hibás adatot tartalmazza, és életem hátralévő esztendeiben még minden áron megpróbálom majd ezt valahogy kijavítatni, meg mindenhol, ahol előadást tartottam, meg cikket írtam, meg stb. Ott mindig elmondom ezeket a dolgokat, hogy hát ha... De még mindig ugyanúgy a 108 percet mondják, a 7 óra 20, stb. És nem tudom, mennyi időm van még. Még egy 10 perc, úgyhogy azért jó. Még kanyarodjunk rá. Akkor belefér, mert nézzük a másik nagy rejtét, vagy a másik megmagyarázásra váló rejtét, ezt a bizonyos 108 percet. Ugye ma is úgy tudjuk, hogy a starttól a leszállásig Gagarin 108 perces űrrepülést hajtott végre, mindenhol ez az adat szerepel, egy a probléma, hogy ez nem igaz. Mégpedig azért nem igaz, és ezt ma tudjuk már, sőt már régebben is tudtuk, hogy Gagarin nem az űrhajóval együtt ért földet, hanem kb. 7 kilométeres magasságban katapultált. Na most a Nemzetközi Repülőszövetségnek viszont volt egy olyan paragrafusa, hogy a repülési rekordoknak a hitelesítésénél csak azokat a rekordokat vehetik figyelembe, vagy vehették figyelembe, amelyben a illető pilóta, és ez most mindegy, hogy űrhajós vagy repülőgép, ugyanavval a szerkezettel, ugyanavval a járművel tér vissza, mint amelyikkel felszállt. Na most, hogyha Gagarin útját nem ismeri el a Nemzetközi Repülőszövetség, de jure, így mondom, hogy de jure űrrepülésnek, akkor oda lesz a szocialista rendszer győzelme az amerikai imperializmus felett. Hát ez pedig megengedhetetlen. Ezért, hogyha felütött te is, vagy akár melyik érdeklődő a korabeli újságokat, Gagarin földetérése el van kenve. Se a Gagarin által írt Magyarországon is kiadott könyvében, meg az összes ebben foglalkozó űrkönyvben, ha szabad így mondanom, Gagarin visszatéréséről nincsen egyértelműen szó. Tehát az van, hogy az űrhajó ablakából megpillantja a Volgának a csíkját, amiben a napfény megcsillan, aztán a következő pillanatban már a mezőn Anna Takhtarova, egy TSZ-ben dolgozó hölgy az unokájával siet oda, és hát gratulál Jurij Gagarinnak, hogy hát most hallottuk a rádióban, ott valahol a Smolensk melletti kis faluban, rádióban, 61-ben, hogy őrnagy elvtárs, ugye fönn volt a világűrben. De egyébként hát még... Gagarin meglepődik, hogy hát ezt honnan tudja egy ilyen polgár, egy egyszerű asszony, amikor ugye ez mindig is titok volt. De hát ennyit tudunk meg, és ezen úgy elcsámcsog mindenki, de az nem jut eszébe senkinek, hogy hát a Gagarin ott áll a mezőn, egy szám magába, a szkafanderbe, akkor hol van az űrhajó? Mert egyébként a Takhtarova
Igen? Hogy a propagandista, aki írja ezt egyébként nagyon sok helyen, egyébként még el is szólja magát, mert megnézett például a Kulcsár István féle a Világűr meghódítói című korabeli könyvét, ugye akkor ő a Népszabadságnak volt a tudósítója, meg a Kossuth Rádiónak, és akkor ilyet ír ugyanerről a jelenetről, hogy először megijedtek tőle, és akkor itt szerepel egy ilyen mondat, hiszen nem is olyan rég ilyen módon ért földet 1960-ban a múltkor általad is említett Powers, az imperialista kémpilóta. Ez konkrétan szerepel ez a mondat, amivel egy kicsit kiugrik, kilóg a lóláb, ugye, hiszen te magad is emlegetted a Powers-t, akit ugye U-2-vel repült kémrepülőgéppel, amit ugye a szovjet légvédelem leszedett, és hát az illető természetesen nem egy űrkabinban jött le az U-2-ből, hanem katapultált. Tehát érdekes, hogy azért benne maradnak ilyen kis, hogy mondjam csak, ilyen kis jelek. Ez akkor ebben tácsiklott az ember, és ez csak utólag áll vissza a kép, szóval akkor erre nem gondolhat senki, ez teljesen más. Na most mi magyarázza azt, hogy Gagarinról nagyon kevés, illetve hát szinte semmi kép nem jelent meg. Ennek a magyarázata Grigori Nyeljubov. Ugyanis ez a űrhajós jelölt, ez egy túlbuzgó egóval rendelkezett, ő mindenben győzni akart, és mindenben a legjobb akart lenni, és szó ami szó, ő például a 12 G-t is bírta a centrifugában, ebben a legjobb volt, és még egy-két más dologban a kiképzés folyamán, és ettől, hogy úgy mondjam, elszállt egy kicsit, és olyasmiket megengedett magának, amit mások nem. Gyakran nézett a pohár fenekére, és két másik társával együtt, két másik űrhajós jelölt társával együtt, egy ilyen iszogatás után visszatérvén a csillagvárosi kiképző központba, egy katonai járőrbe botlottak, hát ugye nem véletlen, a csillagváros ma is katonai ellenőrzés alatt van, tehát megkérdezte, az járőr megkérdezte tőlük, hogy hát mit keresnek itt az utcán késő este, hát ugye mondták, hogy ők űrhajós jelöltek, na jó, akkor bevisszük magukat ugye az őrsre, és ott tisztázzák a dolgokat. Be is vitték őket az őrsre, és az őrs parancsnok hát azonnal telefonált Kamanyinnak, tábornoknak, és hát Kamanyin nagyon mérges volt először, de azt mondta Nyeljubovnak, hogyha bocsánatot kér a ősparancsnoktól, a viselkedéséért, akkor elnézik a dolgot, elsikálják. De Nyeljubov mondjuk volt annyira karakán, hogyha már egyszer ő volt a legjobb mindenben, meg mondom, túlbuzgott benne az ego, azt mondta, hogy ő nem kér bocsánatot. Erre Kamanyin begerjedt, és azonnali hatállyal a Távol-Keletre száműzte, és Nyeljubov ott is hal meg, majd mondjuk így rejtélyes körülmények között 66-ban egy távol-keleti vasútállomáson egy vonat halálra gázolja. Én küldtem neked a Gagarin beszámolójával egy párhuzamosan, amit annak idején elkészítettek, amit szintén Levitán kommentál, hogy ő az első űrhajós. Tehát annak idején elkészítették a három változatot, legalábbis hangban, Gagarinra, Titovra és Nyeljubovra. 2007-ben jelent meg aztán a rehabilitáló film, onnan van egyébként ez a részlet is, amit elküldtem neked, és ha kiteszed a honlapra, akkor azért ez egy kuriózum, amiben lényegében rehabilitálják Nyeljubovot, de hát ez már nem segített rajta, úgyhogy a film címével neki is be kellett érnie, hogy ő is lehetett volna az első. Igen, és akkor ugye úgy áll össze, hogy felvegyük az eredeti fonalat, akkor azt mondod, hogy Gagarin repüléséről meg azért van nagyon kevés eredeti kép, mert ezt a történelemből kitörölt Nyeljubovot szó szerint ki kellett törölgetni a képekről. Persze, hát nem felelt meg a szovjet szocialista ember típusnak, mint minta. Hát nyilván ezt el kellett hallgatni, és így olyan fotók ugyan megjelentek nyugaton, ahol a retusáló ember, hát akkor még ugye nem volt Photoshop, amivel ezt simán megoldották volna, hanem akkor még kicsit bonyolultabb eszközzel lehetett ugye eltüntetni.
de az egyik fényképen ott van Titov bal vállán a négy ujja, hogy fogja ugye a vállát, azt ott felejtették, és na, ilyen képekre is gondoltam, hogyha fölteszed a honlapra, én nagyon szívesen küldök ilyeneket, mert ez leköti igazából ez remek ötlet. Tehát akkor a szokolébresztős tartalmakat, ahogy eddig is, ugye a társ műsorunknak, a Parallaxisnak a honlapjára szoktam felrakni, minden csütörtökön, tehát ezt mondom a hallgatóknak, hogy ezekről a dolgokról, amiket most Nándi emlegetett, kép- és hangbejátszásokat akkor majd fel fogok pakolni oda, parallaxis.emtv.hu, ahonnan persze egyébként az összes szokolébresztő adás is visszahallgatható, most már a SoundCloud is, sőt, most már YouTube-on is visszahallgatható a szokolébresztő, az a legújabb fejlesztés. Hát igen, azért meredeken haladtunk előre, de végül sikerült eljutnunk addig, hogy visszatért Jurij Alekszejevics Gagarin. Ma már egyébként nehéz elhinni, hogy ez mekkora döbbenetes dolog volt, amit maximálisan ki is használt a szovjet szocialista propaganda gépezet. Pálinkás Zsolt jóvoltából eljutott hozzánk például a Népszabadságnak a másnapi száma, amin öles vörös betűk hirdették, hogy megkezdődött az ember űrutazásának a korszaka, a szovjet népvilágra szóló diadala, de az ma már egészen elképesztő, hogy például milyen versek vannak abban az újságban ennek tiszteletére. Például, csak hogy egyet idézek, Gellér Oszkár nem átallott az Új Ádámhoz címmel verset írni. Úgy kezdődik, hogy na mindegy, csak a legvégét mondom el a versnek, elképesztő. Ilyenek vannak benne, hogy hős ifjú szovjet ember, tettednek határa, kinek honában nincs a repülésnek határa. Ezt nem is értem, de az utolsó két versek az érdekes. S ha csillagokig szárnyalsz, visszatalálsz a földre, hogy minden embermúltnak szennyét majd te töröld le, s hamuvá váljon minden égbeli s földi bálvány, hozsánna néked ember, világhajós Új Ádám. Tehát ez halál komolyan. Ez az MSZNP pártlapjában. Tehát ugye ma már ezt tulajdonképpen annak ellenére, hogy ma is egy nagy történelmi eseménynek tartjuk természetesen, meg korszakalkotó dolog, de ez az aspektus, ez ma már egészen elképzelhetetlen. Én, aki nem éltem benne, annak ellenére, hogy imádom az űrhajózást, de ezt nem is tudom elképzelni, hogy mi lehetett ez, ami ilyen versek megírására sarkalta az embereket, tehát ez tényleg egy óriási dolog volt. Ilyen versek megírására sarkalta az embereket, tehát ez tényleg egy óriási dolog volt. Az volna érdekes, ha most föllapoznád a Népszabadság 69. július 21-e 22-i számát, hogy akkor mit írtak Armstrongról? Igen, hát ott azért lényegesen visszafogottabban, de akkor is persze a címlapon meg minden. Viszont hát az adásidőnk végére értünk. Suminszky Nádornak nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést. Ha jól számolom, két hét múlva húsvét hétfő lesz, amikor adásunk lesz, így aztán valószínűleg konzervadással fogunk jelentkezni, de valószínűleg abban az adásban a GRB alfás kollégákkal megbeszéljük, hogy az éppen ma felbocsájtott műholdnak hogyan alakult a sorsa, és még egyéb érdekes kérdések is telítékre kerülnek, tehát két hét múlva jövünk vissza. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én ma is nagyon élveztem, és rengeteget tanultam, remélem a hallgatók is. Figyeljék a híreket, ugye két magyar műhold állt ma földkörüli pályára, tessék nézni a fejleményeket, és ugye csütörtökön pedig a parallaxis.emtv.hu-n jön ennek a mai adásnak a kísérő cikke, mindenféle extra tartalmakkal, kiretusált űrhajósokkal és hasonlókkal, na de az időt már túl is léptük, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek szép napot és jó hetet kívánok, sziasztok! Szervusztok, viszontalás! Befektetés. És ehhez elég beírni ezt a számot a megfelelő helyre. 18 00 24 54 2 42. Ellenőrzésképpen elmondom visszafelé. 24 2 42 45 42 00 81. Társadalmi célú felhívást hallottam. A Tilos Rádió hírei következnek.